Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Tadám! Mikor kint voltunk az Abu Dhabi, mi is volt az, Bence, hogy hívták? Hát... Abu Dhabi Tuning Show, mondjuk. Custom Show. Custom Show, igen. Az Abu Dhabi Custom Show szemünk rátévett a Zotye automobil standjára, és azt szóba is elegyedtünk ugye ott az importőrrel, magával az importőrrel és az importőri hálózat tulajdonosával, aki megígérte nekünk, hogy bármikor bejöhetünk hozzá, és kipróbálhatjuk a T700-ast, és most itt is vagyunk, és ez itt a Zotye T700, ami ugye, hát, egy ilyen érdekes keveréke mindennek, amit már ismerünk, ugye, van itt egy kis Audi Q5, még egy kis Audi, aztán van itt egy kis ornamentika, ezzel a remek kis betéttel, és ahogy jövünk hátrafelé, vigyázz, Bence, el ne üssenek, kezd az egész egy picit el Range Roveresedni, főleg ezzel a betéttel itt, ez amúgy ez világít kéken, amikor nyitod az ajtót, nyilván természetesen ide is vetíti a földre a Zotye márkájelet, és akkor jövünk hátra, itt már erősen Range Roveresedünk, és akkor megérkeztünk, de teljesen hátulra, ahol szintén egy ilyen érdekes, valahol ezt már láttam jellegű keverékét véljük felfedezni, és hát nem járunk vissza a valóságtól, hogyha a Porsche betűtípust is azért belelátjuk az Zotye autó feliratba, és még mutatja, ez a Terminátor kis testvére, a T700, van T800 meg T900 is, a lényeg az, hogy ez a T700, ez a T600-asnak, ami bent áll a showroomba, ez a T600-asnak a hosszabbik verziója, amúgy a Zotye autóról, remélem jó ajtem, tudni kell, hogy 2005-ben alakult Kínában, és a nagyon kevés olyan kínai gyártók egyike, amely magán kézben van. Autóipari beszállítóként egész magas rangot értek el, és úgy gondolták, hogy ideje belevágni a saját autó bizniszbe. Hát nem véletlenül nincsenek ezek az autók Európában, egyrészt ugye nem felelnek meg az Euro 6D környezet kibocsátási normáknak, másrészt meg ugye lenne egy pár per a nyakukba, hogyha így megjelennének, de igazából az áttervezés az Kínába csak pár perc kérdése, úgyhogy előbb-utóbb valószínűleg át fogják ezt is rajzolni. Amúgy egy szép nagy autóról beszélünk, kis hián 5 méter, 3 méteres tengelytávja van, kinyitom neked a motorteret, Bence, hogy megmutassuk, hogy miért is nem kapható ez az autó, mert miért nem kaphat típusengedélyt Európába. Leginkább azért, mert ugye itt a géptető, a gyönyörűen burkolt, amúgy tényleg nagyon szépen burkolt motortér. Szóval azért ez egyel drágább kategóriájú autókat, vagy kettővel drágább kategóriájú autókat idéz meg. Azért, mert ez a 2 literes turbomotor, kérlek szépen, meg kérem szépen a nézőket is, hogy figyeljenek rám, nézzél rám, Bence. Ez a 2 literes turbomotor, ez a Mitsubishi 4G63-nak a turbomotorja. A 4G63-at valamikor a 80-as években mutatták be, 87-ben jelent meg a turbófeltöltött változata, majd ez a motor kísérte végig nagy vonalakban a Mitsubishi Evo-t 1-től 9-ig, szóval tulajdonképpen Kína Mitsubishi Evo-jával állunk szembe. Ez 1-1-ben a 4G63 motor turbóval, úgyhogy kicsit hadnék helyet a tunereknek, hogy mit lehet ebből kihozni. Nem szarra gurít a Zotye, de hát ez a motor már nem felel meg a modern európai gázkibocsátási normáknak. Úgy láttam, a 20 centis teszt az nála nem működik. Ja, várjál, de hát nézzük meg. Mert ugye az Zotye nem spórolta el, az Zotyénál nincsen spórolás. Nem spórolta el a gázrugót, szóval jó erős gázteleszkópja van. Úgy marad. Ezt le kell csukni, minden rendes autót. És nincs is ezzel semmi baj. És ha kinyitod az ajtót? Amikor kinyitod az ajtót, pillanat, kinyitom, megjelenik a fellépő automatikusan. Igen. Ha becsukod, akkor meg fölmegy. Ha becsukom, akkor meg szépen fölmegy, de megmutatnám a csomagteret is. Nyilván a formanyelv az egy maximális nyúlás mindenhonnan, ahonnan jónak látták. Hát most jött vissza a kiállításról az autó, nincs még teljesen összerakva, de jól látszik, hogy itt van a határoló. Itt van a csomagtérroló, és egy körülbelül 600 literes csomagtér, egy rendes mankó kerékkel, fém rögzítő fülekkel, innen dönthető háttámlákkal, és bézs színű
beltérrel, amelyben azért kellemes meglepetések fognak minket érni, hogyha egyszer végre beülünk. Amúgy a karosszéria illesztések egyáltalán nem rosszak, mindenütt nagyjából párhuzamosan futnak a vonalak, egyedül talán itt az ajtóknál, itt venni észre, hogy azért még van mit csiszolni, plusz ugye itt, ahol 3-4 karosszéria elem találkozik, itt az összeeresztéseknél nagy a hézak, de párhuzamosan nagy. Ha mondjuk itt nem. Itt nem, itt azért egy kicsit így ráfordul, meg így távolodik, de azért nem rossz ránézni, váljuk be őszintén. Főleg úgy, hogy mi már tudjuk, hogy miért hajlik az atya felé a kezünk, mert tudjuk, hogy mennyibe kerül. Igen, de azt még majd később. De azt még már később. Nézzük meg, hogy mit kínál a hátsó üléseken az atya. Pillanat, kinyitom. Fellépő. Hát teljesen fölösleges, mert fel tudok lépni anélkül is. Sőt, a kiszállásnál inkább útban van. Szóval, beülünk az atyába, és meglepődve tapasztaljuk, hogy ez a pihe puha, fogd meg, hogy milyen puha, jó minőségű ez a bőr. És szép párhuzamos a várrás. Melyik autóban is volt ennél rondább várrás, amit Európában teszteltünk? És Volt egy pár, szóval azért várni tudnak a kínaiak, nyilván nagyon új még minden, ezért a hamutartó is még nehezebben nyílik, mert rajta van a fólia, viszont ez ugyanolyan kibillenthető. Hát a beltérben is azért felfedezhetjük a Range Rover Audi jelleget. Megnézem, hogy itt a könyöklő, hát nézd meg, a könyöklő is push, csillapítottan nyílik, és hát kereskedünk Emir telefonja itt maradt bent az autóban, Emir majd amúgy elkísér minket, hiszen ő az, aki tud angolul. Kérlek szépen, Bence, ahogy a Trump csinál, amit megnézhettek itt, ugye ez a másik előző kínai tesztautónk, ennél is itt van egy 220-es csatlakozó, meg két USB. 220, ott van lent. Hátsó klímapanel, és ugye tudom innen is dönteni az üléstámlát. Szóval azért, amit tudom, amit akkor a Genfbe körbe rajzolják a kiskinek, akik nem a magyarok, akik az autó alatt fetrengenek tök feleslegesen, ők azért rajzolják körbe, hogy megnézzék, hogy hova kell mindezt rakni, de itt már azért látszik egy picit az elnagyolt Yuangcui illesztés, hogy ott már kicsúszott a bőrkárpit a kapcsoló alól. Ettől függetlenül a kapcsoló működik, hát nem véletlen, hogy az atya az még nem tört világuralomra. Van egy nagyon nagy panoráma napfénytetőnk, egy világos beltér, nyilván a szőnyeg még csúszkál, mert még alatta van ez a védőfólia. Ugye az atyát azt Kínába gyártják, Yongcua városában, ami egy 550 ezeres lakosú város, bocsánat, kicsuktam a papírt, az energetikai besorolása, hát valamilyen, ezt most a jóisten sütje, itt excellentnek számít. Szóval Yongcua városában gyártják, ami 550 ezeres lakosú, viszont több mint 1000 négyzetkilométeren terül el a város. Ebből mi következik, hogy egy rohadt nagy iparváros, mert több a gyár ott, mint az ember. Szóval itt se tökéletesen fekszik még fel. Ez a kulcsa, Z, mint Zotye, vagy Zorro. Vagy Zoltán. Vagy Zoltánescu. Kinyitjuk, és üljünk be talán a Zotyéba előre. Nem kéne szólnod a fiatalember? Még nem megyünk egyelőre sehova. Ja, jó. Intettem már Emirnek. Emir egy nagyon illedelmes fiatalember, és rettentő elfoglalt. Na most, szintén... That's your phone over there. A telefonját itt hagyta. Na most, ahogy beindítjuk az otyét, fókuszál kérek szépen a váltó gombra, ugye ugyanúgy, ahogy a Jaguarnál már itt is kiemelkedik a váltó gomb középről, és hát egy egész jól dizájnolt, helyenként rosszul illeszkedő, mint például itt azért ez a kesztyűtartó fedél, ami gombnyomásra nyílik ám, és az alsó is. Szóval azért ez kulturált megoldás, nem is, ha nem a legszebb, mert azért itt azért még van mit tanulni ezen az illesztésen, de azért. És bélelt, plüssel bélelt, szép, puha műszerfal, nagy a kormány, az atya logót valahogy integrálták így nagyjából az Audi-s kormányba, és hát Emir közben, mint ahogy halljátok, aktívan telefonál. اللي اتفقت عليه انا ما قصرتش عليه بالايميل انا حطيته لك بالايميل الرسمي كشبه مجد بنسه jó. Elektromos ülésállításunknak hála. Addig, amíg bekötöd magad, én megmutatom kérlek szépen, hogy a Zotye-nek az óracsoportját
többféle üzemmódban tudjuk használni. Mutatom sorba. Ugye ezek csak a grafikák. Vár lehet elég mit csiszolni, mert azért néhol még összeérnek a csíkok a betűkkel, meg a betű típus se. Nagyon hangos lesz, Bence. Tudom. Meg a betű típus se. Ez úgy jó. Már szoptam vele ezelőtt. Szóval itt azért a csillagos égháttér alatt előtt kitűnő 3D-s sülyeztett műszerek nem az igaziak, de nagyon szépen. Nagyon szépen táncikál. Hát a driving information maintenance, és akkor data reset, troubleshoot, hogyha problémád van, Navi, természetesen a témák között ez a koncept, technológia téma, ez itt nem tudjuk mi. A transitionből ott egy N betű tök fölösleges, ezzel a félrefordítással már azért találkoztunk itt egy pár helyen, és hát maradjunk ennél. A transition az nem? Ez a koncept így, 9,5 liter az átlag fogyasztás, 13 fél a töltöttség, szóval azért mindenről tudomást szerzel. Ez hibrid? Nem, csak mutatja, csak hibrid itt, Bence, 100 forint a benzin. Van egy tempomatkarunk, ismerhetjük már a Mercedesből. Van egy nagyon szép, integrált, intelligens és jól krómozott index, illetve világítás kapcsoló. Plusz, például innen tudjuk zárni a gyerekzárat, de csak hátul. Négy elektromos tükör, automata ablakok, minden, ami megvan. Innen is tudjuk nyitni a géptetőt, és hát akkor... Ez nem Volvo-s. Hát de, ezen Volvo meg egy kicsit a Mini is bele van variálva. Ez meg teljesen zongora, ez nem... Abszolút zongora, viszont ionizálni tudjuk a levegőt. Nem mondod. De a Siemens szállította be a 6.1-es androidos rendszert, ezt már megtudtam. És hát azért jó látszik, hogy lehet tanulni. Gyors. Hát azért eléggé lehet tanulni. A létező összes módon csatlakozik minden telefonhoz, hiszen ugye kínai autóról beszélünk. És kérlek alásán a settingeket tessék pedig itt tud megnézni. És hát itt az androidos felület. Szóval nem kell eldugni egy használhatatlan felület mögé. Látod ezt? Uh-huh. Hogy innen tudod aztán szépen a mobile datát, meg a különböző appokat letölteni, minden, ami van Androidra, az van itt is. Nekem ez a nyílt architektúra tetszik. Megmondom neked, Wi-Fi tud Wi-Fit, háttérképtől kezdve, a hangbeállításból 1000 van, és itt a média, és akkor innen eléred, hát kicsit kaotikusnak tűnik, azért ezen a felületen még van mit dolgozni, de mindent elérsz innen. Ionizált levegő. Engem az érdekel, hogy azok a fehérek is gomb? Nem, az csak az úgy, dísz. Hogy úgy nézzen ki, mint a zongora. Fehér-fekete billentyű. Azért azt nem tudom, érted a koncepciót. Azért mondtam, csak hogy olyan, mint a zongora. Nagyon ügyes vagy, akkor a fűre lisztáltod rajta. Igen, csak hogy a fehérek azok, akkor ezek nem. Lófasz nem csinálnak. Lófasz nem csinálnak. Viszont tök szimpatikus, hogy hardveres klímavezérlés van. A Volvo-val ellentétben. Ugye? Szóval azért tovább van itt gondolva. Egy kis Audi-s jellegű 12 volt USB AUX, ez itt teljesen BMW, és látod, abszolút kultúrált, itt egy dokumentum tartó van, kérlek alásán. És az akkor ott mi? Micsoda? Nem csuk be? Ott elől az a hamutartó, vagy mi az? Ez itt egy gyönyörű, szépen megmunkált hamutartó. Ugye? Egy tökéletesen illeszkedő, abszolút professzionális műanyag hamutartó. És hát vegyük sorba, hogy itt azért viszont megint találkozunk egy picit a Porsche Panamera-val, érted? Meg a Cayenne-nel. Telefon, üzemmód, ugye audio, 360-as kamera, kikapcs-bekapcs, ugye? Hát most kínaiul szól hozzá, mert még nincs meg a lokalizáció, de azért körbe tudjuk járni az autót, nagyjából SD felbontásban. Ugyanúgy, ahogy a Trump csinál, tudjuk pakolgatni, hogy hova szeretnénk parkolni. Navigáció, lejtmenetvezérlő, parksegéd, ezek a rádiókezelő gombok, automata parkolás és elektromos parkolófék, vagyis hogy mondjad már, kézifék. Ennyi minden van itt van egy multikormányunk, szóval itt azért egy kicsit, jó a koncepció, értjük ott a Burmeister jellegű hangszórórácsot, hát mondjuk úgy illeszteni utoljára a 120-as Skodánál sikerült, hogy nem ér össze ez a két panel. Ettől függetlenül az anyag felhasználás, meg itt ez aztán, én azt mondom, hogy talán itt egy, szóval ezt nézd, igen, van AUX USB, mondtam, és hát ugye szivárgyújtó és 12 volt,
Szóval ez itt a paksot azért elműködteted rajta, természetesen egy rolós napfény tető. That's a nice feature, I mean, that's perfect. Egy rolós napfény tető. Yeah, you can open it, but it's so hot. Szóval, és ott is az atya szépen. Természetesen minden, hát kérlek alásan, talán akkor amíg Emil elintézi a következő telefonhívását, addig konstatáljuk, hogy ez a kijelző ez most lefagyott. Megnézzük, hogy... Aha. Igen. Ne kapcsold ki, kapcsold vissza. Leállítjuk, jó? Leállítjuk és újraindítjuk, oké? Okay? És akkor meg fel tud venni még egyszer ezt. Így, hát látod, helyreállt a világrend. Csak a klímára nyomja. Vissza azonnal. Már, hoj. És most nem baj, hogy hangos, mert 35 fok van kint, és izzadok, mint egy ló. Izzadsz, mint egy ló. Hát igen, mert a fülem, itt így van egy füles rajtam, és irgalmatlan. Ionizálom neked a levegőt, hogy jól érezd magad. Köszönöm. Fél mindent tud. Tekerjük talán D-be a váltót, and we should move on. Yes. És akkor mehetünk is, kiengedjük, nem, a kézifék az meg is van, kiengedte magától, és ha megindul ez a nagy zotye, ugye a T700, a maga 5 méterével, a kicsit európai jellegű, innen-onnan vett forma tervével, és azt kell, hogy mondjam, hogy egész csendesen, kellemesen gurul. Szóval Kínában még azért nem tört be ez a sportossági forradalom, a jó Isten se tudja, hogy milyen padlólemezen van ez az autó, bár vannak olyan feltételezések, hogy szintén egy Mitsubishi jellegű padlólemezen van. Ami elsőre feltűnik, hogy hát furán szervózott a kormány. Nyilván még nem elektromos szervókormánya van, hanem hidraulikus, viszont a középpontja körül itt nagyon nehezen mozdul, és mintha semmi rá segítés nem lenne. Majd aztán hirtelen észbe kapva, kőkeményen rá segít. Valamint most, hogy így ráléptem a gázra, egy kicsit a váltó szoftver ellen emelnék panaszt, mert hát még friss ez az autó, nagyon alig pár kilométer van benne, lehet, hogy még be kell járatni. Which way we can go? Emir, we can go straight forward? Yes, all right. Szóval egy kicsit még a váltó, minthogyha nem tudná, átengedjük itt az öreg Jaffart az úton, hogy milyen fokozatba akar lenni, meg egy enyhe, hát nem, ez a remegés, ez most már megszűnt, közben itt egy rendőri intézkedést látunk. Közelben, ez ugye itt egy nagy autós alkatrészes telep. To the right. Okay. Szóval tök kellemesen, áránlag itt, tehát nehezen fordul a középpontja körül, azért nem nincs ez jó eltalálva ez a szervó, de teszem hozzá, hogy ez igazából most szőrszálat hasogatunk egy kínai autó hátán, ami hát elképesztő felszereltséget és egész elfogadható minőséget kínál. Ha európai autóhoz akarnám hasonlítani nagyjából a minőségét, akkor egy ilyen 8-9 évvel ezelőtti Opelt tudnék felhozni, vagy egy második generációs Ford Focust. Csak? Hát most igen. A minőségre mondod, vagy a felszereltség? A felszereltség az Uber, mert hát ugye ülésszellőztetésünk, ülésfűtésünk, mindenünk van. Ja, nem, akkor azt mondod, hogy a maga a minőség. Maga a minőség, most csendes, de azért ezek az illesztések, ezek, hát hogy is mondjam, azért nem képviselik a csúcs kategóriát, bár amiben nagyon erősek, az a kárpit. A kárpit az gyönyörű, nagyon jó a bőr, itt is jó fogdosni, szóval gyönyörű szépen fut a várrás, nézd meg végig ezen a hosszú, széles műszerfalon. Nem hangos a motor, bár nyilván nem szaggatja fel az aszfaltot ez a 200 lóerő. Hát az ülés pozíció, hogy is mondjam, magas, ennél lejjebb nem tudom engedni, viszont megtalálom a helyemet. Azt amúgy hozzáteszem, hogy van olyan opció, hogy a pedálsort is elektromosan tudod állítani, az ebben az autóban nincs benne. Emir közben fotóz minket, hiszen csodaszámban megy, hogy Európában is felfedezik az ő autóikat. Én úgy gondolom, nézd meg, gyönyörűek a pedálok is. És akkor most térjünk rá arra, hogy ugye itt a nagy köpködés közepette, mert nyilván ezt most meg fogják szólni többen, mint a Trump-csit, amivel jöttünk.
De vicces annak az autónak, hogy nem. Hát ennyi. Trancsi. Viszont to the right? Yes. Viszont azt tegyük hozzá, hogy átszámítva 6,8 millió forintba kerül ez. Ez a felszereltség. Ez a konkrét autó, amiben ülünk, ez átszámítva 6,8 millió forint, és 6,8 millió forintért azért, ahogy is mondjam, hogyha nem tudod, hogy mi ez, akkor így otthon így el lehet vele azért karistolni. Szóval tegyük most félre a márka előítéleteket, tegyük most félre mindent, és ide félreállok. És koncentráljunk arra, hogy én egy olyan ember vagyok, aki akár egy olcsó, nagy családi autót, és szétnézek a piacon, nyilván nem Magyarországon, akkor most miért ne ülnék bele egy zotyéba, hogyha van mögötte szervizhálózat, mert itt van, meg itt van alkatrész, meg van minden. Nyilván kár, hogy Európát nem érik el ezek az olcsó kínai autók, én amúgy nagyon várom már, hogy a jó minőségű kínai autók elérjék Európát. A Trumpcsit azért ezzel tenném egyértelműen. Minőségben, felszereltségben, meg kultúrában, álban is elő, mert ugye az 10 millió forint. Ez 6,8 gyerekek. Szóval innentől kezdve röhögünk még rajtuk, de én úgy gondolom, hogyha ők ugye komolyan beleállnak, a know-howjuk meg megvan, mert a világ összes nagy gyártójának ők szállítanak be, amúgy megmutatja a kinti levegő minősége is, hogy a slightly polluted, azaz enyhén szennyezett levegő van itt, hiszen kelet felől egy komolyabb harmattán jellegű szél fújja be a homokot. Port. Hát ez por inkább, a homokport a városban. Megjött a Trumpcsi és Tibiék. Igen, egyébként viszont azt mondtam, hogy ez egy két literessel kapható, tehát ez az egy motor van. Ez az egy motor van jelenleg hozzá, létezik egy 1.5-ös motor is, de az a kisebb típusokban elérhető. De hát az autóban viszont fine a levegő, az azt jelenti, hogy jól megszűri, és hát ionizálja is. Én úgy gondolom, hogy... Az micsoda az a gomb? Melyik gomb? A PM22, 2,5. Nem tudom. Ja igen, itt mutatja, hát inkár PM, hát ugye a részecske. Szennyezettség. Tessék. Menő. Ez itt fontos, mert itt azért eléggé jön a por meg a minden. És végezzünk el egy számítást. Mi lenne, hogyha? Ha egyszer végre lesz az Zotyének Euro 6-os motorja. Ez nem kell neked. Ez nem kell nekem? Mert hát nyilván most nem is szeretnék őket beengedni az európai piacra, mert hát azért joggal fosnak, hogy jaj, mi lesz itt, ha ezek megjönnek. Bencét megkérem, hogy én... Így. Vagy azért... Itt azért, megmutatom még azért neked, várjál, hogy vannak itt olyan... Ez azért egy kicsit gyipó, hogy itt a csillagoságet látjuk mögötte, meg ezeket a 3D dolgokat. Itt egy picit összeérnek, most ha bekötnéd az övet, akkor látnánk, összeérnek a betűk amúgy. Nem nagyon látom már. Itt látod az Instant Fuel, ott beleért a keretbe, meg hát ez ilyen remek kis parasztvakítás, meg hát borzasztó ez a font, amit használnak. De ez legyen a legnagyobb baj. Számoljunk is rá egy jó kis Euroleasing MKB leasinget. A Zotye T700, de meg is mondom, hogy ez nem egy gyakorlatilag T700. T700 Super. T700 Superre. Igen. A zsanér beállításokkal azért küzdenek még. Az a Trumpcsiba sem maradéktalan. Az a Trumpcsiban is ugyanígy. Gyártási év 2019, 6 millió 800 ezer forint, mondom még egyszer hangosan, 6 millió 800 ezer, innentől kezdve el lehet képzelni, hogy mennyibe kerül a többi autójuk. Ami kisebb, de ugye ez a T600-as, the T600 is a little more shorter than this. Yes. And that's all, that's the same. Yes, only this. Ennyi. Árban kérdezz meg az meg. What's the price of the T600? T600, the price is 70,000. Thank you. Na szóval, ha felvesszük 3 évre, 2 milliós önerővel, 147.749 forint jön ki.
Erre a T600-as az viszont 70 ezer dirham, az mennyi, Bence? Kicsit több, mint egy millióval kevesebb. Az már 5 milliós kategória? Hát én 5 millió 5 körül. Ez bent áll a szalomba, az annyi, hogy nincs akkora csomagtartója, de még az is egy elfogadható Mazda CX-3 méretű, CX-5, bocsánat, CX-5 méretű SUV. Hm? Állítsam így le. Uh-huh. Csukd be. Szóval én úgy gondolom, hogy nekünk ez egy nagyon hasznos tapasztalat mindenképpen, mert látjuk, hogy hol tart a kínai autóipár, hol vannak most azokon a piacokon, ahová már ők be vannak engedve, és jól látjuk, hogy igazából az árban iszonyú árkonkurens autókat és jó árértékarányú autókat gyártanak. Ezeket az apróságokat nyilván majd kifogdossák. Sokakat egyáltalán nem is zavarna, hogyha mondjuk 6,5-6,8 millió forint, vagy 6 évbe ülsz egy kevésbé jó felszerelt ilyen Zotye T700-ba. Nyilván túl kell magunkat tenni az előítéleteinken. Mi ezt megpróbáltuk, bár azért néhol kilóg a lólab még erősen, de mindig lebegjen a szemünk előtt, hogy ezek az autók annyit érnek, amennyibe kerülnek, az pont. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma velünk voltatok. Thank you, Emir, for your cooperation. You, this was it. Welcome to Dubai. És jelentkezünk még holnap adás, vasárnap laptiming, aztán Garázs TV, de ez még nem minden. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne marad le semmiről. Ha pedig valami menő speedzónos cucc kell, akkor irány a webshop. Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk.